az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István. Évszázadok óta zajlik a normák meghatározásáért folytatott küzdelem a kulturális térben. De vajon mitől lesz vonzó a jobb és a baloldala soft politikában, és hogyan tartható fenn a szuverenitás a globális elit kezében összpontosuló kulturális hatalommal szemben? A mai adásunkban elsőként erre keressük a választ majd arról beszélgetünk, hogy profétai munkássága miatt tiszteletbeli teológus lesz egy finn egyetemen, Greta Thunberg. De vajon hogyan egyeztethető össze a teológia a klímaaktivizmussal? Ez itt a kérdés. kezdődik. Érkezik hozzánk egy Gábor politológus, aki szerint az emberek vonzerőt éreznek a történetek iránt. A történetekben rejlik az identitásunk, ezt már Réz András filmeztét a mondja. A stúdióba várjuk Böszörményi Nagy Gergelyt, a Moholi Nagy Művészeti Egyetem alapítványi elnökét, aki úgy látja, hogy oldalaktól függetlenül ki vagyunk éhezve a hősökre. És itt lesz velünk Kukorelli Endre író, aki úgy véli, hogy nincs jobb és baloldali történetmesélés. estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, örülök, hogy itt vagytok, külön tisztelettel és szeretettel Böszörményi Nagy Gergely, aki ebben az asztaltársaságban először és reményei szerint nem utoljára vesz részt, szervusztok, Köszönöm örülök, hogy te is. Gábor, megjelentettél egy vitairatot, amelyben azt a problémát vetett föl, hogy hiába rendkívül erős a jobb oldal a hard politikában, ezt most idézem, ha elveszíti a normák meghatározásáért folytatott küzdelmet a soft politikában. Mit jelent ez pontosan? Hát igazából egy komoly dologról van szó, csak én a jobb oldal nézőpontjából vetettem fel. Nagyon egyszerű tézisem van, hogy a történeteken múlik minden hogy hogyan meséljük el a történeteket, és milyen történeteket mesélünk el. És én azt látom, a jobb oldal tipikus magatartása a nyugathoz, vagy az uralkodó domináns kultúrához, az vagy az áldozatiságban merül ki, vagy a szörnyűködésben, és azt gondolom, hogy végül is minden a szoft kultúrában, vagy a szoft politikában fog eldőlni, tehát hogy el kellene kezdeni mesélnünk történeteket. Itt azonban szerintem történt egy nagy változás, és akkor a szakember úrra is nézek, mert hogy alapvetően a film alapján tudom én ezt megmagyarázni, hogy hát a nagy történeteknek vége van. Tehát szerintem a volt egyszer egy vagy nyugatot, vagy egy volt egyszer egy Amerikát már nem lehet leforgatni. Azért megnézném a remixét. <laughs> és most minden héten tömegével ontanak el minket filmekkel, meg történetekkel, és ezeket nézzük és hogy én nem vagyok hajlandó azt a pozíciót elfoglalni, hogy azt mondjam, hogy ez azért van, mert agymosodtak vagyunk, és ezért nézzük a Netflixet és társait, hanem ez a világ, mikrotörténetek vannak, és mikrotörténeteken keresztül lehetne elmesélni a nagy sztorit. Ez egy vita pozíció is, ha úgy tetszik, aki kifejtették már a véleményüket, volt, aki azt gondolja, hogy ez pont fordítva van, a nagy sztorit kellene elmesélni a jobb oldalnak. És azt is állítom, és ez is egy vitapont a jobb oldalal, hogy szerintem a history az még nem sztori. Tehát, hogy ahhoz, hogy vonzóvá tegyük a történeteket az emberek számára, akiket én nem vagyok hajlandó lenézni, mert én is ugyanúgy nézem ezeket a történeteket, egész egyszerűen a hétköznapi történeteken keresztül lehet elmesélni valamit és azt gondolom, hogy ebben, hogy rövidre zárjam a mondani valómat, szerintem ebben a jobb oldal hátrányban van, vagy lehet, hogy van valami képességbeli vagy érzékbeli fogyatékosság a jobb oldalon a történetmeséléssel kapcsolatban, tehát nem vagyunk fenn szerintem a pályán és hogy mindaz, ami körülöttünk zajlik, azt én egy megállíthatatlan folyamatnak tartom, és ezeket a történeteket nézzük, fogyasztjuk, és amivel felmegyünk a pályára, most jobb oldalról beszélek, az szerintem nem ad versenyképes történetmesélést. Miközben a hárt politikában azt látjuk, a jobb oldal politikai sikerét így is meg lehet magyarázni, hogy a, a hárt politikában meg sikeresen mesélünk történeteket. Röviden ez a pozíció. Helyes az alapállás pont, Gergely? Nekem sok minden eszembe jutott Gábor szavait hallgatva, és uh, anélkül, hogy a könnyebb ellenállás felé szeretnék menni, azt kell, hogy mondjam, szerintem nem csak a jobb oldal van bajban történetmesélés ügyben. Emlékszem egy videóra néhány héttel ezelőtt, amikor uh, valamilyen Hollywoodi eseményen Steven Spielberg Tom Cruise-nak a nyakába borult, és megköszönte neki, hogy a Top megmentette Hollywoodot, és mit csinált a Top Gun? újra mesélt, gyakorlatilag mondhatjuk változtatás nélkül egy klasszikus hős történetet. Annyira kivolt éhezve a közönség már a, klasszikus, a hős útjára, a jó győzelmére, a dolgok normális menetére, amit megszoktak a mozi hőskorából. Szerintem oldal függetlenül ki volt éhezve a közönség, hogy a Top Gun Újraforgatva is világsiker lett, és Steven Spielberg, akivel szerintem Gábor nem biztos, hogy egy távol cseresz, music, politikai világképét tekintve, el kellett ismeri, hogy ezek a történtek képesek csak megmenteni Hollywoodot, és még egy referenciát hadd említsek itt: a Watchmen nevű legendás képregénynek a szerzője most már visszavonult. Ő mondta azt, hogy gyakorlatilag a folyamatosan ismétlődő Marvel filmeknek a korában élünk, és negatív hősöket, vagy negatív példákat állítunk a fiatalok felé, mi, mint pop szakma mondta ezt vagy vagy szórakoztatóipar, hiszen gyakorlatilag egyik filmben sincsenek már eredeti karakterek, egy folyamatos újrahasznosítás van, és ráadásul olyan cselekmények mentén jelennek csak meg hősök, amik a mindennapokban utánozhatatlanok, tehát lekövethetetlenek, nem igazi példaképek, hanem valami nagyon más szférában mozognak. És ezt, ezt a képregényiparnak a, gyakorlatilag az atya. Mondta ebből, én azt vonom le a Spielberg-féle epizódból és a Watchmen megalkotójának a megszólalásaiból is, hogy van egy általános történetmesélési válság is, aminek az okai nagyon mélyre mennek, de szerintem a nyilvánosság, akár itthon, akár nemzetközi szinten, aki ki van éhezve a klasszikus hőstörténetekre, a jó példákra, a zavaros ideológiai agymosás helyett a tiszta, világos, élményre, irodalmi vagy filmes élményre, az sokkal szélesebb, mint a, mint a, jobb oldali közösség. Én azt gondolom, hogy ezt, ezt, ezt vették az emberektől, a mindenféle számomra sokszor irrelevánsnak tűnő kisebb csoportoknak a lobbia által, akik egyéni agendákat lobbiztak be például a szórakoztatóiparba, ahelyett, hogy az emberek többségének az ízlését és a véleményét részesítették volna előnyben. Klasszikus hős, hős történet, akkor ezek szerint egy konzervatív műfaj. Bandi? Ugye, hol, hol húzunk meg határokat? Tehát a, mondjuk az európai kultúra kezdik az Iliász, az egy az egy klasszikus történet, de ott sem arról van szó, hogy elkezdi Homérosz az elején, és aztán szépen megy, megy előre, és a végén pedig történik, ami történik, hanem ugye ez a híres immédiás stress, tehát a Homérosznál szoktuk ezt emlegetni, tehát hogy a történet közepébe vág be, bele, tehát Trója, Trója ostrom már tíz éve tart, stb. stb. és akkor történik az, hogy megsértődik Achilleus, mindegy. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy már ott sem, mert hát a, a, az európai kultúra kezdetén sem volt ez a, az a típusú történetmesélés, amire... Te utalsz, és nem tudom, hogy te erre utalsz-e, majd kíváncsi vagyok a véleményedre. Szóval az a fajta történetmesélés, ami úgymond ki van éhezve állítólag a populáció, illetve nem, ezt talán el is ismerem, hogy, hogy ki van rá éhezve, az egy tipikusan 19. századi történetmesélés. Romantika. Tehát igen, vagy inkább később a realizmus. Tehát azok a nagyon, azok a nagy mesélők, ugye magyar vonatkozásban mindenki tudja, Jókai jokai Mikszárt Kálmán, de még a 20. is, ugye ez bele, belecsúszik mondjuk Mó, Mórisznál, Krudinál már egyáltalán nem, vagy, vagy a világ történet, a világirodalomban Tolstoytól, és, és Standardtól Balzakig, <hül> ott valóban megy És na most a, 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 nép, a nép kultúrában is, ugye a mese, az is, úgy struktúrálódik, hogy ától szettig megy, tehát elkezdi a leghárom kilányfé, stb. és akkor végül le levágja a hét fejét a sárkánynak, minden. Tehát mi valamennyien, mi akik itt, itt ülünk, 19. szádi politikákra vagyunk be tanítva, hogy én mondjam, azt tudjuk... hogy beszélj az én nevemben, ha Na, te is, te is, te egy is, te Nem, Pálljál. egyáltalán nem. Mindjárt, mindjárt, hagy, hagyd, mindjárt. Itt van a baj, hogy de, de Bemegyünk a, egy olyan értelmezésbe, ami nem stimmel. Hogy mondjam el az én véleményemet, aztán utána majd el elmaradt -e. Az, tehát, az tehát... egyetlen egy kérdés megengedsz, Vandi? Tehát szerinted az a probléma, amit a Gábor felvetett, az irodalom, irodalom és irodalom történeti uh, indítatású probléma, vagy pedig valamiféle ideológiai? Te az irodalom elmélet ugye Le, mondjuk azt, hogy most arról mo mostanában ugye az, az, a, az, a mondás, hogy, a, hogy, vége a nagy történetnek, tehát a nagy történet vége, a, vége van, stb. Ez én nem, nem, nem értek egyebben nincs vége, csak ugye az emberi gondolkodás is nem úgy, nem úgy működik, nem átrocettig gondolkodunk, hanem, hanem darabokban, meg ugrunk, meg kontrapunktikusan gondolkodunk, stb. stb. Amiben csak még annyit akarok mondani, ez nem azt mert, hogy hogy nekünk ez mondjuk megfelel, vagy tetszik, hanem azt mondom, hogy az iskolában ezt tanuljuk. Tehát anyjelvi szinten ezt, ezt tudjuk beszélni. De és minden más, ember. Igen, és minden más az egy, egy nagyon kemény intellektuális lépés kell, hogy legyen, ami, amikor ezen túl lépünk. Most az úgynevezett misereplepsz Contribuens ezek szerint úgy van, úgy döntünk róla, hogy ő nem képes túlépni ezen az átolcerti történetmesélésen, ami szerintem nem egészen úgy van. De kétségtelen, hogy, hogy, hogy lássuk be, hogy ami a szoci... mindjárt, mindjárt a szocializáció miatt van egy ilyen, egy ilyen hogy igazából, mit, hogyha erre, erre vágynak. És én is probléma nélkül balzakot és, és mixátot tudok olvasni. Ez, ez, kétségtelen. Na most bocsánat, Andrész? hogy, Jó, belevágtam hogy csak abból, te mondja, belevágtam, én nem el, ne, hogy én meg nem olvasom, mert hogy kezdek rájönni, hogy egy csomó 19. századi szerzőve nem boldogulok, nem úgy forog az agyon. Szóval itt. Jó, csak én csak abból so... indul ki, tehát. Nem, valószínűleg nem csak magamból indulok ki. Azt mondtad, hogy a top Gun neverik. Hogy miért a franc, mi az? Hát egyrészt, Be, hogy mondtam az egy zseniális ide... film. Ki? Mondom, film, egyáltalán mondtam olyat, hogy mi az? Hogy ne? Nem, én mondom, hogy mi az. Nem mondod, oké? Okay meg Spielberg el van ragadtatva, de ő se fiatal már. És? A Top Gun neverik, valójában nem egyéb, mint egy, Mi egy lefordítás a Top Gunnak a mai filmnyelvre. Osz annyi. De pont, videójáték hogy nem le. A filmnyelvre igen, de az ideológiákra nem. Visszamentek a klasszikus Milyen fős ideológia? Milyen, ez egy videójáték, apám. Egy, egy videojáték. ennél, videójáték. Ennél sokkal Vég, Ez van szó. egy szimulátorfilm és aki ebben ideológiát keres, az azt túl értékeli az túlértékeli Pont ez egészet. a lényeg, hogy nem rakták bele, nem erőltették bele az ideológiát, mint 10-ből 8 hollywoodi filmben ma. Pont ez a benne a hős tett, ezért volt nem csak filmnyelvű értelme, hanem ideológia. De figyelj, értelembe. ez egy remek Szerintem igen. igen. Na most én megnézem. Halálosan untam az egészet, nem tudja A meghaladni. Nézők nem ezt gondolják. Bár az, hogy a nézők miért csődültek be, az már egy egészen másfajta kérdés, mert hogy például az édes nézők nagyon kevés fogyasztható holmit kaptak, beleértve a Marvel filmeket, a DC filmeket, mert hogy kezdenek a képregény filmek kifáradni, nem azért, amit mondtál, mert a negatív hősök meg a példa, hanem egyszerűen azért, mert nem frissül, nem képes újdonságra, nincsenek új meséi. Az, hogy negatív hősök, kit érdekel? Az a nagyobb baj, hogy ezek a figurák, lerágottak, unalmasak, nem képesek semmire, ami a mai főkép 10-20 éves nézőt úgy érinteni meg, hogy wow. Most ehhez képest a Top Gun egy számítógépes játék, sajnáltam, hogy a moziban nincs egér a jobb kezem alatt, mert akkor lehetett volna lökni apám most nagyot lövök, de hát ez egy új filmnyelv, és ez egyfajta válasz neked egész életünkben tanuljuk ezeket a nyelveket, ez nem úgy néz ki, hogy megtanulod gyümár regényeit, és utána sehova tovább. A filmnyelv például azért rohadtul érdekes, és ha a rimékeket nézed, ez nagy arról szól, hogy azért kell rimékelned, mert a mai néző nem igazán érti azt a nyelvet, amelyen eredetileg beszélt a film. Kislányom, gimmi. Csak a filmről van szó, Anders. Nem. Ezért mondom, kislányom, gimi, hazajön. oda odavág egy vaskos könyvet, na ezt a... Na hát, tudod, ki fogja elolvasni. Mondom, de mi az? Verne Gyula, Grand Kapitány gyermekem, kislányom... Erről beszélek. Hát hihetetlenül mulattató a <laughs> minden. Mi majd... Mi így bele? és ők már nem. Oké, okay, és akkor itt most megállunk. Gábor ezekre az interpretációkra gondoltak. Eh, Hozzáfűzök négy ilyen lábi jezeteket. Egy, egy saját in interpretációt azért én is hozzátennék. Végigolvastam a, a vitairatot, nekem azonnal beugrott az a, a Reformáció korabeli mondás, hogy kujusz régió, Ejusz régió. Aki a Föld, az a vallás. Szerintem a 21. században azt éljük, hogy megfordult a dolog. Kujusz régió, aki a vallás, Ejusz régió, az a föld. Hát igen, közel jár az értelmezésed ahhoz, ami az írói szándék lett volna, csak ez mindig félresiklik, ezért van civilizáció, hogy beszélgetünk dolgokról. Tehát, hogy az, a, az én lábjegyzeteim ehhez, hogy én ezt elsősorban a politikai kérdésnek tekintem, és a, az életforma körül forog szerintem, hogy mi, miről tanúskodik az életformával kapcsolatos üzenet üzenetdömping, ami van. És nem függ össze a szerkezettel, a történetmesélés szerkezetével. Éppen a szövegbe írtam, hogy milyen érdekes, hogy a Star Wars a negyedik részsel kezdődött. Igen. És úgy gondoltuk két évtizedig, hogy jól van az úgy, hogy azzal kezdődik. Nem volt igényünk, hogy elmeséljük az előzményeket, most meg évente jön ki valami. tehát Vagy akár a Tarantinót is mondhatnám, hogy még egy filmpéldát. Tehát lehet össze-vissza ponyvaregény módjára ugrálni a történetmesélésbe, tehát nem egy ilyen linearitás problémám van, és azzal sem, arra sem gondoltam, hogy az lenne a hogy mi a remekmű. hanem én azt gondolom, hogy az emberek valamilyen értelemben vonz, vonzerőt éreznek a történetek iránt, amiben egyén, egyéni sorsokon, egyéni történeteken keresztül bepillantást nyernek egy korba, egy életformába, egy üzenetbe. Például, ha most itt Gábor felállna, felállok és kimegyek a stúdióból, ez egy izgalmas dolog lenne. És akkor az egészben, mint in medias elkezdenék a nézők elmesélni, de miért ment ki Gábor? Mi történt ebbe a stúdióban? Mi ennek a következménye? Te What? ennél még bonyolultabb, olvastam, amit írtál, de a dolog súlyosabb, amiről írsz, mert hát, hogy a igen. történetek abból a szempontból meghatározóak, hogy a történetekben lakik az identitásunk. Tehát ez egy ilyen rohadt nagy félreértés, Nem. hogy majd az utca névtábla, Nem. majd a lobogó, majd a címer, vagy a barna tudja, mit De ez csinál. mind az identitás része, András. Hmm. Tehát valami, szinte mindegyik az identitásnak egy momentuma. Nem. Abból áll össze Nem. az összidentitás. Amiről Gábor beszél, egy sokkal fontosabb vetület, mint a merev jelképek használata, amiben most bele fogunk töppedni ez a kinek állít szobrot, két dönts le. Ez az egész egy baromság. És, Nem és mi valójában... töppedünk bele. Mért? Ez a tengeren túról jön. Ott De döntik a szobrokat momentán. Tökéletesen nem kell belemennünk, mert amiről Gábor beszél, az a dolog egyik kulcseleme, hogy amikor meghatározzuk magunkat, ezek történetként jelennek meg. Na most az euró... Példa, 1960-as évek Itália, Olaszország újra brendelte magát, vagy nem tudom, hogy mondják rendesen magyarul. A háború után még az iskában mi is azt tanultuk, hogy egy szegény ország, ez nem fog kivackolódni ebből az egészből, Édes magyar gyerekek, milyenek akartok lenni? Olyanok akarunk lenni, mint az osztrákok, az olaszok csórókapán. Na most ehhez képest elindul valami, ami az olaszok saját története. Az artigianato, a kézművesség, amelyre fölhúzzák azt, hogy ők baromi jók a dizájnban, a divatban, a tárgyak készítésében, autókat tudnak építeni. És elhisszük, mert mögötte ott áll az a történet, hogy Itália hagyománya, hogy az egyes régiók, az egyes városállamok tudása, az olasz művészet, történetek, ez nem arról szól, hogy az olaszok egy trikolort lobogtatva jönnek, és azt mondják, hogy Fogadj el, mert Én Az olasz művészetnek kibátla. a része az országúton, a biciklitolvajok, ami mind viszont végig, végig, tehát földolgozza és megmagyarázza az akkori helyzetet, és megmutatja belőle a lehetőséget kifelé. Hát meg nagyon sokáig ez a kép, ha úgy tetszik, ez a történet, ez a mese ragyogóan működik. Egyébként mind a mai napig van maradvány, ha elmegy Olaszországba, és érzed, hogy nem porlatt el ez a fajta hagyomány, hogy mert mi ehhez értünk, mert mi meg tudjuk főzni, tehát ne csak művészetre gondolj, ez arról szól, hogy az alkalmazott művészet, a konyha művészet, az, ahogy a, az életedet éled, és ezért volt fontos, amit írtál. Hogy ha, mondjak, egy filmen, is, a mondjak egy filmen kívüli példát. Mondjuk nekem az a problémám a jobb oldalon, ezért is született ez a szöveg, hogyha mondjuk van a foci, születne ma egy könyv vagy egy film arról, hogy a magyar labdarúgás története. De mi történt néhány nappal ezelőtt? A magyar foci úgy is elmesélhető, hogy kőpapírolló. A kőpapírolló, amely vitákat váltott ki, közel hozta az emberekhez, ez most vagányság, tiszteletlenség, mi történt? Miért csinálta ezt a szoboszlai, meg a sallai? És sokkal izgalmasabbá válik, mert az emberek elkezdenek bevonódni. És én azt tapasztalom, hogy szerintem igenis van a látásnak egy rögzített módja, hogy mondjuk filmet forgatunk, és itt most nem az érdekes, hogy ki meg miért, az aranybulláról ma. Hát én nem, ak nem akarok második András lenni. Nem, nem, tudok hozzá kapcsolódni. Na de azért volt be, hogy második András személyes problémái milyen megérintenek téged. Hát jó, majd műsor után bevallom, hogy <laughs> mi a közös, de hogy azt akarom mondani, hogy egész egyszerűen lehet, hogy mindig így volt, de most én így érzem, hogy az egy kortünet, hogy bele vagyunk a jelenbe, és izgalmas történeteken keresztül tudunk abstraktabb problémákhoz is kapcsolódni. Mert ez a kőpapíroló olyan kérdéseket vett fel, hogy mi a tiszteletlenség, mi a vagányság. Ez belefér a játékba. De mi a magány velem. megoldása volt ennek a, de, a problémának a tegnap esti meccsen, hát a Na hm? de látod, hogy bevonódunk, elkezdjük tovább mesélni a történetet, mindenki hozzáfűz egy értelmezést, és akkor hirtelen már ott abba a korba tartunk, amiben vagyunk. Nagyon jó ez, ez a példa, ez a kőpapíról dolog, mindenki tudja, hogy miről van szó, legalábbis ebben a körben gondolom. Szóval, ahogy én néztem a kommenteket, mikor megcsinálták ezt a, a, a 11-es előtt ezt a dolgot, mindenki fel, ki volt akadva és fel volt háborodva, szinte mindenki, hogy nem veszik, nem veszik komolyan, meg stb. Ha bemegy a 11-es senkinek eszébe. A legjobb húzás, a leglaza leg, volt szellemes, rámutatott a dolog lényegére, hogy akármennyire is háborús. A szituáció, de mégiscsak egy játék, egy háborús játék, amiben igenis meg kell engednünk magunknak azt, hogy, kvázi, hogy az élet életbe áramoljon, vagy a levegő, vagy a boldogság, bocsánat, hogy ilyen nagy szavakat használok, mert minden. Igenis ezeket ezeket a dolgokat nagyon-nagyon is engedni, nem engedni kell, nem erősíteni. Az a kérdésem. Gábor, hogy, hogy és hol, hol, húzod meg a baloldali történetmesélés és a jobboldali történetmesélés közötti csatabárdal átvágott különbséget, mert ezt nem nagyon értem. Itt gondoltál a képességbeli különbségekre? Itt veszítettem el a fonalat szerintem a probléma az az, hogy valóban ebben a soft politikai térben, ez a határvonal húzás jóval nehezebb, mint a hard politikai térben. A hard politikai térben felvonulnak a csapatok, leadjuk rájuk a szavazatokat, a választások eldőlnek, tudjuk kik a felhatalmazást a kormányzásra, mondanak is valamit, hogy milyen rezsimet, milyen korszakot építenek, és az én problémám ott válik el, nem tudok, tehát válaszolok a kérdésre, de nem tudok egyértelmű és világos határvonalat húzni, ott válik el, hogy, hogy amint azok a normák, amiket a kormányon lévők, vagy a hatalomban lévők kívánatosnak tartanak, kulturális üzenetekké válnak, az emberek rögtön befeszülnek. Mert úgy érzik, hogy ez a hatalom érve a politika előírja, hogyan éljenek. És ezért szerintem mindegy, hogy mit mondunk a történetmesélésről, tehát az én kérdésfeltevésem szempontjából a jobb oldal hátrányban van, mert nem tud valójában közvetlenül odaszólni az emberekhez úgy, hogy ne legyen egyben a, a kulturális üzenet a hatalom érve is. És ez Nem biztos, a, hogy én az de. én dolgozatom vége, végül is az, hogy üssekő szerintem sokkal jobb dolog, ha meghagyjuk az embereknek a szabadságot, hogy mindenki úgy él, ahogy akar, olyan normát követ, ahogy akar, mert ez az ő közvetlen életük, és egy kicsivel több bizalmunk van abban, hogy attól, mert a Netflixen ilyen meg olyan típusú filmeket fog nézni, attól még ő tud dönteni a saját életére vonatkozó normák tekintetében, hogy mi a, mit gondol helyesnek, és mi az, ami az ő liberális. nem véletlenül volt az ültetési zavar. Így van. de várjál, viszont Gergely viszont napindan megéli a hátpolitika és a politika harcát, mint a MOME kuratóriumának az elnöke, vagy nem? Nem, abszolút nem, a MOME nem, hála jó Istennek, nem egy háborús övezet és nagyon sokat teszünk azért az ott dolgozók is én magam is, hogy ez így is maradjon, mi direkt szerettük volna elkerülni azt, hogy ez valamilyen e, e, harctéri helyszíné változzon. De ne, alulról nem szűrődik ez föl? Ez egész nem, nem szűrődik fel jobban, mint az élet bármelyik másik területén. Te Na azt hiszem, hogy az a, én azt hiszem, hogy az a feszültség vagy probléma, amiről a Gábor beszél, az abból fakad, hogy Magyarországon van egy nagyon erős választói felhatalmazással rendelkező Világkép, politikai világnézet, és egy abból vagy azon szerveződő közösség. Viszont ez a világkép nemzetközi szinten egy törpe kisebbség, mondhatjuk, legalábbis a nyugati világban a tematizációs erejét, média jelenlétét, ízlésformáló és lássuk be, akaratátviteli lehetőségét tekintve, ez egy kisebbség. És a kérdés az, hogy hol van a hatalom. Amikor arról beszélünk, hogy egy magyar fiatal lelkért, eszért, folytatott küzdelemben, kinél van a befolyás, és kinél van a hatalom, mondhatjuk, hogy tehát. Micsoda erőforrások vannak a magyar kormánynál, de hát valójában azoknak a sok milliószorosa van mondjuk globális média konglomátumoknál, vagy globális technológiai cégeknél. És ezért aztán nehéz rendet tenni abban, hogy kitől mit várhatunk, kitől mi az igazságos lépés. Én azt gondolom, hogy visszatérve a nagy történetek kérdésére, Általában a, úgy volt ez a, a, a nemzetállamok létrejöttétől, tehát a nemzeti mozgalmaktól, hogyha oda vezetjük vissza a liberális-konzervatív mozgalmakat, hogy valamiféle rend, tehát a, a fragmentált világ, a szétszabadalt világban valamiféle rendteremtés, az alapvetően egy patrióta megközelítés, és az a halászás, az pedig a, 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 a rend megdöntése, az pedig a baloldali jakobinus egyebeket is mondhatnánk, egyéb jelzőket is. Na maguk, akkor, Gergely kerület. megtaláltad a bárdot, amelyet hiányolt és, Endre? És szerintem ott van a bárda rend és a káosz között, és a mai világban azért rendkívül veszélyes ez a helyzet, mert a úgy áll össze, ez a minden korábbinál egymáshoz kapcsoltabb, és minden korábbinál összetettebb és bonyolultabb világ, hogy a dominó effektus az sokkal, többek, sokkal, többeket érint, és sokkal többeket fenyeget, hogyha, hogyha neki indul. Tehát azt gondolom, hogy, hogy például a káoszteremtésben érdekelt mozgalmak, ötletgazdák, lobbisták, különféle szereplők, és sokat lehetne mondani, ma sokkal inkább oda tudnak hatni a világ legkülönbözőbb pontjain, és ilyen szempontból a rend, a valamiféle norma rendszerért való küzdelem, ugye ez a mai beszélgetésnek az egyik témája, hogy a kulturális normák, a kulturális normáknak a, a, a tablója, az a, az a rendnek egyfajta leképezése, és hogy, hogy, hogy gyakorlatilag annak a védelme az ilyen utóvédharcokba tevődik át, és végpontokon lehet védekezni egy alapvetően elég domináns, kaotikus nyomulással szemben. Tehát én, én, azt gondolom, hogy, hogy én nem vagyok annyira optimista, mint a Gábor ebben, mert ő azt mondja, hogy rá lehet ezt bízni az emberekre, ők majd jól fognak dönteni. Én meg azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem szabad alábecsülni azt a hatást, nem is feltétlenül tudatos hatást, amit mondjuk a figyelem válsága jelent. Tehát az, hogy a, hogy a technológiai cégeknek, a social médiának, ezeknek az eszközöknek milyen hatása az emberi tudatra. És hogy mennyit várhatunk az emberek autonóm döntéseitől egy olyan helyzetben, amikor a világ legjobban fizetett fejlesztőmérnökei és a világ leggazdagabb cégei az, az emberi autonóm döntések ellen dolgoznak nap, mint nap. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy a normateremtést ambicionáló politikai, kulturális erőknek helyben nagy felelősség. Az, az is ugyanúgy ez kívülről kívánja befolyásolni ez az embereket. Úgyhogy kapcsolódjunk Gáborhoz, mert egy nagyon fontos dolgot mondott, és a kérdés így szól, ugye amiről te beszélsz, az folytatásai gondolatnak, amit a 80-as évek végén egy amerikai politikus, politi politológus dobott be, ugye ő dobta, be ez a bizonyos Joseph Nye először azt a gondolatot, hogy kemény politika, puha politika, aztán később, hogy okos politika. Na most ez a csávó egy dörzsölt politikus volt, tehát félreértésnehesség, nem filozófus vagy ilyen, de azért egy pár dolgot világosan lát, például azt, és ezért mondom, hogy Gábor kijelentése, ez nem egy poén, hanem egy véresen komoly dolog, hogy az, hogy hogyan látod önmagad egy kultúrában, ez egy meghatározó, kulcsfontosságú kérdés. Akkor látod -e egyáltalán? Na magad de egy kultúrában? Ha te megpróbálod láttatni az embereket valaki mással, akkor beszálltál abba a hajóba, amelyik a káosz vizein fog majd ezek után navigálni, mert a francba add meg az esélyt az embereknek, hogy meghatározzák magukat ebben a világban, és a kemény politika szíveskedjen tiszteletben tartani, hogy ezek az emberek mit gondolnak magukról, milyen a méltóságuk, hova tartoznak. Ők gondolják magukról? Hmm? ők gondolják magukról, Persze. vagy megmondják nekik, hogy mit gondolják. De nem gondolják لهznézyá, a hagyott, hogy az emberek normális. Azért itt a globális elit, ez nagyon fontos dolog volt. Azt hiszem, az bon hogy túlbecsülitek. Mi mindannyian megszűrjük ezeket az üzeneteket, én néhány filmklubot ebben, Ebben vezete... például teljesen egyetértünk. Tehát ez, én is, én is azt mondom, hogy egy kicsit túl van dimenzionálva az, hogy ez a manipuláció, de nekem egy, le, Abszolút. milyen alapon állítjátok? Ez, ez, ezt... Azért, mert hogy én egy gyakorlófilmklub vezetőként filmeket mutogatok élő magyar állampolgároknak. És az egyik legfontosabb kérdés, hogy ti mit értetek belőle? És egy teljesen világos képlet. Ők a jelen hazai tudásuk, kultúrájuk, életük alapján értelmeznek olyan külhoni eseményeket, amelyeket az ottaniak tökre másképp... Hát bocs, ők magyar polgárok. Ebben a kultúrában nőttek fel, ez a szocializáció. Mindenki manipulál mindenkit, lássuk be, mi is manipuláltak vagyunk, és ebből kell kiindulni, és ezt nem szabad túl dimenzionálni, hanem helyén kell kezelni, tehát arról van szó, hogy egyrészt manipulált vagyok, másrészt pedig én is próbálok manipulálni, harmadrészt pedig ellenállok a manipulálásnak, és mindenki ellenáll, tehát mindenki, tehát ne, ne becsék le az emberi lelket, vagy pszichét, ez vagy tudatot, Optimista én egy nem, köz. ez, ez egy, ez, egy, teljesen reális. De figyelj, egy ülj le de beszélgetni de, de egy emberekkel, de. egy film után, de. vagy egy regény elolvasása. Nagyon, a nagyon szeretnék valamit kérdezni, tehát, hogy egy, 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 dolog, ez az, az teljesen citátot szája halom, hogy tehát, hogy van a baloldal, amelyik a káoszban érdekelt, és amelyik szét akar szedni mindent, és a, 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 a minden életben, illetve a művészetben is megjelenik, illetve van a jobb oldal, amelyik struktúrál, amelyik összeállít, és szervez. Nem állítottam Valami Valami módon ilyesmit vettem le abban, a, amit A második magaszt. részét azt vállalom, tehát azt gondolom, hogy a patrióta mozgalmaknak mindig volt valamiféle rendpártisága, de most nem a nem csak és nem elsősorban a közrend értelemben, Jó. abban is, de kulturális értelemben is, hogy legyenek világos normák és én nem mondtam olyat, hogy a baloldal a káoszban érdekelt, vannak olyan szereplők, és nagyon komoly okay, befolyással rendelkező szereplők, akik, akik, abban érdekeltek. A baloldalon sokféle ember van szerintem, és nagyon sok olyan dolog van, amivel egy tradicionális baloldalival én biztos, hogy egyet értek. A lokalizmus, a helyi vállalkozások, a helyi ellátási láncok sorolhatnám, Tehát szerintem ennél sokkal izgalmasabb és összetettebb Bocs, a két. még egy, ne arra, Gábor, tehát csak egy, egy örömmel hívnám fel a szíves figyelmedet. Az egész úgynevezett szocialista vagy kommunista a zsdanovi kultúrpolitika, stb. stb. az pontosan ezt, azt követelte meg, amit, amit te jobboldalének mondasz, tehát, hogy mind legyen, legyenek nagy történetek, legyen az teljesen struktúrált, szervezett, meg minden, és azt, ami ez ellen működött, tehát az, az egész avantgard mozgalmat, azt úgy söpörték félre, úgy végeztek ki 200 olyan művészt a Szovjetunióban 30-as, 36 Körül, akik az avantgardok voltak meg minden, hogy Majakovszki öngyilkos lett, stb. stb. Hogy, tehát itt nem lehet egyszerűen eldönteni azt, hogy a jobb oldal az szervez, a struktúrá, az egybe, egybeállít, és a bal oldal pedig minden szét akar törni. Mert vagy így van, vagy nem Nagy úgy Nagy van. A nem is ilyet vagy, igaz? A, vagy, a, 60-as években, Higgyi, megállapodhatunk ekkor... abban, hogy egy kultúránk van? Most nem teszek hozzá, ért, hogy nemzeti nem? mifene, hanem egy kultúrának vagyunk a részesei, a nyelvünkkel, a szokásainkkal, az egymáshoz való kötődésünkkel, és ebben... És szerintem ez a tét. Szerintem ez a tét. Nem, ebben vagyunk. De mit és nagyon jó lenne, lenne hogyha senki a nem próbálna é, ezt feldarabolni, a... tehát se bárdal, se láncfűrészel. Azt mondod, hogy az a, az a mondjuk így szövegszervezési struktúra, amelyik nem nagy történetekben gondolkozik, hanem mondjuk fragmentált történetekben, az szétveri a magyar kultúrát? Ilyet sem állítottam. Sokkal többet tulajdonítasz nekem, mint amit állítok. Én egész más dolgokról beszéltem. A, a, a mondani való mögött ezt érzékelem, hogy valami ilyesmit mondasz. Nem majd lefordítanak rá valamit. Nagyon múl. érdekes vita ez, mert szerintem ehhez a vitához tartoznak ezek a kérdések is, mert hogy részei ennek a nagy vitának, mert rendre felmerülnek ezek a kérdések, de én egy nagyon fontos gondolatot hallottam itt, amiben szerintem van valami, ez a manipulációval szembeni ellenállás, ami mindannyiunk természetébe bele van kódolva. Nekem megpróbálják megmondani, hogy melyik filmet nézem meg, meg mit gondoljak róla, rögtön ellenállok. És vagy ez nem, a... vagy, vagy, vagy pedig hagyod magad. Igen. És az is, is gyönyörű ellenállás, hogyha hagyod magad, érted? Tehát te, hagyod magad, Szerintem ez teljesen jó. Hogy mondjak még lé... egy távoli példát, vagy... hogy... Emberek vagyunk, emberek Hogy rendre megírjuk úgy a civilizáció történetét, hogy itt volt egy csata, ide mentek, győztek, stb., de tudtam már, még senki nem írta meg a felszabadító csapatoknak a történetét, akik segít csapatok. mi van akkor, ha nincs kedvük oda menni? Nem érnek oda a fene se avatkozik be ebbe a küzdelembe, hogy hogy változtatná meg a civilizáció kimenetelét, és ha valaki megírná ezeknek a felszabadító Mondjuk a nem mentem Mohácsra. Hát, ja, Na, hát igen. Nem ért oda. Lát, rögtön vita, vita pozíció. Már vagy. is vita pozícióta. Nem, de nem itt szóval szóval nem. Folytassuk <laughs> ezt a vitát egy következő műsorban, hiszen ez az asztaltársaság még nagyon sokszor lesz. Ez nagyon jó, mert ez mással. valami fontos, amiről, amiről beszélünk szerintem. Tehát, ez hát ezt ne, ne, engedjük el, de tulajdonképpen valamilyen szinten ezért mégiscsak ez a civilizációs vitához kapcsolódik. A következő témánk is amennyiben profétai munkássága miatt, tiszt, egyébként maga kifejezés, a profétai munkásság az egy elég érdekes szóösszetétel, tiszteletbeli teológus lesz a Finn Helsinki Egyetem hittudományi karán Greta Thunberg. Na most a teológia és a, a az összeegyeztethető dolog, és, és a, ez a bizonyos Greta jelensége, ez a, a, mi civilizációkra. Meg még volt hatással neked az a vicc, annó, no, nektek lehet, hogy meg volt a... Mi a különbség a teológus és a geológus között? Ég és föld? Na most ez... ez jó. Furcsa módon, amiről beszélsz, ezt a viccet hozz elő nem hogy akkor most hogy állunk a földdel és hogy állunk az éggel? A, a vonatkozó luteránus egyetemen. Alaphangot megadta András egy vicce. Gergely, mi a véleményed? Gréta jelenség. A mai civilizációnak egy milyen jelensége? Hát mindenek között azt gondolom, hogy a... A, a környezetért való aggodalom, a természethez való kötődés iránti vágy az abszolút összeegyeztethető a vallásossága. Én a személyes életemben ezt élem meg, ahol igazán megtalálom Istent, az maga a természet. Úgyhogy ilyen értelemben elutasítok minden olyan, ideológiai szembeállítást, ami például azt mondja, hogy a, a azok, vagy a zöldek azok, vagy a zöld gondolat irányított emberek azok csak balosok lehetnek, ezzel nem értek egyet, sőt azt gondolom, hogy a tradicionalista, lokalista megközelítés, amit én is jó részt magaménak vallok, annak ez egy elidegeníthetetlen része. Ettől egy egész más kérdés az, hogy a Greta Thunberg jelenség az mennyire hiteles, egész Más kérdés az, hogy egyetem egy olcsó PR fogásként valahogy magához akar kötni egy globálisan ismert figurát, és ettől egy egészen másik jelenség az, hogy egyébként mi folyik klímaaktivizmus címén, például műalkotások tönkretételére és egyébként Isztéria. gondol. Hát szerintem válasszuk szét, és nagyon lényegesnek tartom, hogyha már muszáj belemenni ebbe a bal jobb felosztásba azt, hogy egy, egy konzervatívan vagy tradicionalista logikán gondolkodó ember nem hagyhatja, az, hogy elvegyék tőle a környezetért való aggódásnak a jogát, a természethez való kötődésnek a jogát, azt, hogy, hogy a vallást és a, a, a környezetvédelmet, a vallást és a, a, a természet iránti óvó figyelmet azt összekösse az életében, ezt nem szabad hagyni, és amikor ezt megpróbálják, meg megpróbálják, tehát a zöld témát ugyanúgy megpróbálták kisajátítani, és jelentős sikereket értek ebben el, mint sok más témát. Internacionalista mozgalmak, mondjuk így, akkor az ellen fel kell lépni, mert ez nem az övék. De figyelj, van itt egy fontos kérdés, és a viccet ezért mondtam el a geológusról, meg a teológusról. Eddig, amire azt mondtuk, hogy zöld, környezetvédő vagy akármi, az egyfajta tudományos értelmezési körben jelent meg. Magyarán elmondjuk neked, hogy miért nagy baj, hogyha széndiokszidot eregetsz, metánt <laughs> eregetsz, az ördög tudja micsodát. Ez a döntés viszont, tehát Greta Thunberg profétává válása, ez mintha azt mondaná, hogy bocs, bocs, a zöld mozgalom az hit kérdése, és nagy bajban vagyunk, mert hát ugye a COVID alatt tanúsított magatartásuk miatt a tudósok meg a szakértők amúgy is soha túl lejáratták magukat. A tudomány Most maga a hit kérdése szerintem a modern világban? Hát akkor viszont elég sajátos helyzetbe keveredtünk. Mert vagy hívő vagy, és zöld, vagy nem vagy hívő, de akkor a zöld létedet képes vagy egy tudományos alapokon értelmezni? A zöld létedet a hívők megkérdőjelezik. Mi, bizony? Gábor. Hát lehet, hogy itt unortodox pozíciót fogok elfoglalni, szerintem ez egy ügyes dolog. Nekem a Thunberg az egy movie, tehát egy filmplakát, egy szimbólum és hogy szerintem ez nem róla szól, hanem azokról, akik adják ezt a díszdoktori címet, ez egy szimbolikus dolog, tehát nem kell hozzá semmi. Tehát PR fogás. hát egy egyetem dönt, hogy milyen szimbólumot, milyen szimbolikus gesztust fejez ki ezzel a tettével, és azon sem vagyok fennakadva, hogy Ezékiel, Jeremiás, Tunberg akár mondhatnám ezt is a, a mert hogy, hogy ugye a proféták azok látnak, ok, mondanak valamit, hogy mi lesz, ez egy ellenőrizetlen dolog, valamiről, ami mindannyiunkat foglalkoztat. Mert hogy azt szerintem vitán felül áll, hogy az, hogy mi lesz a bolygóval, talán az egyetlen globális kérdésé vált. Ugye ha akkor mi a helyzet Mózessel és Noéval? Mert hogy addig tök igazadva, hogy a próféták üzeneteket visznek, de ez a másik két csávó, meg valami érdemleges dolgot hajt végre, legalábbis az írás szerint. Azt gondolom, hogy nem tartalmi vitát kell lefolytatni a Helsinki Egyetemnek. A Helsinki Egyetem egy nagyon ügyes történettel állt elő. Azt mondta, itt van ez a fiatal lány, ő egy szimbóluma valaminek, mindegy, hogy hiteles vagy hiteltelen, de ott van a moziplakátokon, és én azt mondom, hogy díszdoktorrá teszem mert nekem fontos ez az ügy. És így kapcsolódik a Gergő által felvetett problémához is, hogy ezzel azt mondják, hogy ez a mi ügyünk. Nem a tiétek. Na, akkor Még én akkor én én is, hogyha globális ügy, de a globális ügyért mi vagyunk az, akik igazán aggódunk. Ti meg beszéltek itt bevándorlásról, meg a ilyen etnokulturális dolgokról, amelyek uh -huh. egyáltalán Amik egyébként a valóságban ma. szorosan összefüggnek egymással, <síns> úgyis, mint <síns> klíma és migráció. Szóval itt, itt akkor én egy teljesen más állásponton vagyok. Én, szerintem én egy Csontkonzervatív álláspontot fogok most itt előad, előadni, tehát ez az egészet, oké, okay, azt, hogy ügyes, ezt a jelzőt használtad, ezzel egyet, egyet lehet érteni, de hát én rendkívül erkölcstelen és undor, undorító dolognak tartom ezt, és visszaél is mindennel, ami, 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 ami komoly, és szerintem veszélyes. Tehát ügyes a tolva is, aki kiveszi a zsebemből a, a mobiltelefon, de hát ami nem, az, 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 nem, egy, nem egy pozitív kategória számomra, és szerintem én gondolom te sem feltétlenül pozitívnak szánta. Tehát arról, arról van szó, hogy nem, nem, kell ezeket a dolgokat össze, összekutyolni. Ez egy olyan, olyan típusú a, a vókhoz és a kánszerhez mérhető hülyeség, amit ez az egész, az a szegény kis, kis való manipulálás, és, és az egyháznak is ez az ügyeskedése, ami, ami ez, ez nekem számomra gyomor, gyomorforgató, tehát én ezt, ez teljes, tehát ennél sokkal fontosabb a, a, a környezetvédelem, Uh -huh. hogy, hogy, ilyen, 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 ilyen gusztustalan, ilyen katyvaszt De ugyanott tartunk, belőle. ugyanott tartunk, ugyanott tartunk, ahol itt elindultunk, ez egy történet. Igen. Egy olyan történet, ami arról szól, szerintem rengeteg dimenziója van, összefügg a tudomány évesztésével, nem áll ma már azon a magas polcon, ahol korábban állt. Összefügg azzal, hogy a tudomány akkor érvényes, ha hozzánk tud szólni, laikus emberekhez van üzenete. Hát hogy lehetne jobban üzenni, mint egy olyan plakát plakátarccal, akit mindenkit ismer, aki mindenkit ismer. És az a helyzet, hogy hogy ez a világ, amiben élünk, egy ilyen történeten keresztül lehet elmondani a Helsinki Egyetemnek a saját identitását, hogy mi nekem a fontos, miért aggódok ez fel. Nem és, be van, és csak engedtesék csak... meg, hogy ez nekem netes ne De Ez, ez, ez kiszorítja Ján, a borral. Én vitatkoznék, én vitatkoznék egy kicsit itt Gáborral, és az önreklámér előre is elnézést, de most, ha már itt vagyok, <laughs> a Momá, egy országos erdőtelepítési akciót hirdetett tavaly decemberben, három nemzeti parkkal állapodtunk meg, és saját erdőket, MOMA erdőket telepítünk a hallgatókkal, az oktatókkal közösen, hogy ellentételezzük az egyetemnek a anyagok kibocsátását. Tartottunk róla mi is sajtóbeszélgetést, de nem a kommunikáció és nem a piára lényege, hanem a közösségformáló erő, ami a környezetvédelemben és a természetért való cselekvésben van. Meg az és, erdő. Nagy és nagyon hiszek benne, hogy hogy, hogy az egyetemnek a belső életének, az egyetem belső kultúrájának hasznos lesz ez a dolog, hosszú távon komoly, kohéziós eredményei lesznek, és mellette amúgy fel fognak nőni olyan moma erdők, 12-15-20 év múlva a mai diákok alá tudnak majd állni. Ezt lehet, lehet hitelesen is csinálni, és ez ragaszkodom, az ügyes jelzővel egyetértek, de nem gondolom, hogy az mindent visz. Pontosan ez a lényeg, hogyha már kulturális normákról beszélünk, hogy ne vigyen mindent az ügyes jelző, hanem legyen a valóságosnak is valamilyen renoméja meg szerepe és mi például egy egész más gyakorlattal azt hiszem, hogy sokkal többet fogunk tenni, mint De amit ugye, a Helsinki két Egyetem ezzel beszélünk. a tett. Két különböző dologról beszélünk. Egy, van egy véleményközösség, amelyik úgy döntött, hogy elismeri ennek a lánynak az érdemeit, a kommunikációban, az influenzben, a hatásban, az ördög tudja micsodában, váljék Erre egészségükre. a világ legismertebb influencere. Így van. Na most váljék egészségükre, ehhez joguk van. Na de az te már vagy elfog, mondom, te vagy elfogadod, vagy nem. Tehát, ahogy ugye Endre azt mondja, hogy hát őt egy kicsit fölháborítja ez az egész rük. Van, aki azt mondja, hogy de hát én másképp gondolom. Aki ennek a vélemény közösségnek a tagja, az azt fogja mondani, hogy kedvelem, szép, végre eljutottunk ide, és Mózes, Noé, Jeremias, nem tudom én kicsoda, után grétatunk be. A másik kérdés, amiről te beszélsz, az viszont sokkal bonyolultabb, mert most azon a ponton állunk, hogy hogyan lehet kisajátítani a zöldséget. És abban a minutumban, amint a zöldség többi már tudományos alapjait végleg elveszítette, akkor bárki bármilyen hitrendszer mellé oda lehető párt, lehet egyetem, lehet akármi, mozgalom, és azt mondja, én nagyon zöld vagyok. Mi a bánatot jelent? Én ironizálni akartam a Gergővel, hogy milyen szerencsé, hogy nem vagyok a kommunikációs tanácsadója, mert nem csoda, hogy nem hallottam erről az erdőtelepítési programról. Ha én lettem volna a tanácsadó, azt mondtam volna, hogy mondjuk fogadj örökbe, mit tudom én, Tápai Szabina, meg nem tudom, hogy van a, hogy hívják a férjét, akitől elvált, mert hogy minden hír erről szól. Akkor tényleg szerencsé, hogy nem te vagy a tanácsadó. <laughs> Igen, Na de most jön a lényeg. Az, az irónián túl, hogy ez, ez a jelenség egyébként összefér azzal, hogy valóban telepítenek erdőket. Tehát az, hogy ilyen a korszellem, hogy üvölteni kell ahhoz, hogy eljusson valaminek a jelentősége az emberekhez, az nem zárja ki, hogy egyébként van erdőtelepítés. Kevés olyan példa van, mint amit mondasz, ahol ekkora hangsúly van a PR-on, ekkora hangsúly van a vetítésen, és mellette valós cselekvés is van, mert hát ez az erőforrások mindig végesek, a figyelem, az energia, az idő, az véges, hogy mire fordítod, szerintem nagyon-nagyon fontos a kommunikáció, nem átadom távol ez a terület, de azt is gondolom, hogy foglalkozni kell a tartalommal, és alapvetően magunknak befelé Bizonyos normáknak meg kell felelni, tehát hitelesnek kell lennünk, tehát oda kell állni. A MOME utánozhatott volna számos egyetemet azzal, hogy valakit megbíz azzal, hogy rakjon ezt egy olyan stratégiát, ami után elmondhatjuk, hogy mi klíma vagyunk. De mi azt mondtuk, hogy inkább kimegyünk az erdőbe, meg telepítünk új erdőket, mert hosszú távon meggyőződésem, hogy megéri. Megjegyzem, hogy most beszélhetünk. De okay, itt van az egyik oldalon a, 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 az erdőtelepítés, ami valóban egy racionális és hiteles tevékenység. A másik oldalon viszont ott van az anarhia említetted képrombolás, műtárgyak megcsonkítása. Van, ez az Vagy ellen, pedig, vagy pedig... De hát ők is csak a figyelmet a fogalmi arra, hogy baj van. Bocsánat, a fogalmi rendszerében megjelenik egyfajta ilyen, a teológiából ismert fogalmi rendszer, ugye apokalipszis. Klímaapokalipszis. Az ember, mint az ördög, megjelenési formája, vagy a megváltó megjelenése. Vagyis akkor te is azt gondod, hogy az... helyes volt ez a díszdoktori cím. Ha már nyelvezetében Nézd, ezt az Ebben a, a dologban én meglehetősen karakteres véleményt fogalmaznék meg, de nem hiszem, hogy az én véleményemmel kíváncsiak. Én azzal egyetértek az Endrével, hogy azért itt Greta Thunberg szerintem inkább egy klímacelebb, mint sem, hogy mindamellett, hogy hihetetlen módon jó, jó a marketingje. Biztos de... ez, a, ez a kis kislány biztos nagyon őszinte, nagyon, nagyon szívből beszél, nem, nem hiszem, hogy... Itt a manipuláció, amiről de, az előbb de, beszéltünk, de, a manipuláció. de, 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 vele, benne de vagy. őt vele, vele manipulálnak. Vele manipulálnak. Van egy olyan alapvető probléma ne. a Greta Thunberggel, ha már a végcél szempontjából vezetjük le ezt a történetet. Ez pedig az, hogy Greta Thunberg azt a narratívát, a nagy történetet erősíti, hogy a klímaválságnak a megoldása az alapvetően politikusok és nemzetközi egyezmények és nagy találkozók, és mi egyéb kezébe van. Én ezt állítom szembe a skála másik oldalán azzal, hogy neked, kedves intézmény, kedves vállalat, kedves család, kedves egyén, egyébként van lehetőséged megszervezni magad, és változtatni az életmódodon, vagy új elemeket behozni. Tehát én azt gondolom, hogy a, 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 az alapvető nagy tévedés az az, hogy egy passz, valójában ez egy passzív ö, ö, történet, a Greta Thunberg az a, az a nagy egyezményekkel szembeni várakozásokat növeli, ő rájuk parancsol Davosban, számon kéri őket stb. És ezekből sosem lesz megoldás. Nem azért, Keltóra. mert morálisan ne lenne helyes, hogyha, hogyha elveresénk lennének velük szemben, de valójában az nem fog megtörténni, hogy Kína és az Egyesült Államok aláír egy egyezményt arról, hogy ők egyébként mit fognak tenni. A, a cselekvésnek, a helyi szintű cselekvésnek van egyedül ö, racionális alapja még akkor is. Hogyha aznak a hatása egyébként erősen limitált. Akkor is ez a dolgunk. Valójában ez a dolgunk, hogy globálisan, cselek egy lokálisan. Ö, csak akkor csak két dolog, ebben korlátozottan hiszek, mert rántolják a felelősséget, de ez a zöld topikhoz tartozik. Viszont azt akarom mondani, hogy ha nem élne a Thunberg, tehát már nem, létez, nem is létezik csak egy fikció, akkor ő egy történet. És azért, mert hasít, mert emberek hisznek benne, és emberek radikálisan elutasítják, így értelmezhetővé tesz egy olyan kérdést nagyon sokak számára, amit lehet, hogy csak úgy tudna értelmezni, hogy ha most ültetek egy fát, akkor hogy mi az én hozzájárulásom a bolygó túléléséhez. Ehhez képest el van mondva, el van mesélve egy történet, aminek a peremfeltételeit meg lehet kérdőjelezni, hogy ez egy hiteles története. De mivel megoszt minket, hasít, ketté hasítja a tábort, óriási ereje van. Na és szerintem, hát e ezen, tehát ha átlépek a zöldből, ez az emberi civilizáció, ilyen történetmeséléseken múlik, amit most egy személy vagy egy fikció vagy egy kislány jelenít meg, így tudjuk elmesélni a mi életünket, az Iliász ugyanez egyébként, megjegyzem, hogy... Egyébként. és itt a vége, innen folytatjuk keretes szerkezet, ahonnan eljutunk, elindultunk oda, el is jutottunk, miközben bejártunk egy hihetetlen nagy utat, köszönöm, hogy itt voltatok. Mindenki olvassa Iliászt. Nagyon izgalmas, de hosszú nagyon. Önök az Ez itt a kérdés lettek, műsorunkat, újra megnézhetik a mediaclickhu és a Youtube-on is. Valóban zöld irányba haladunk, vagy ez csak egy politikai fogás? Az Ez itt a kérdés következő adásában a zöld kapitalizmusról beszélgetünk, majd én kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, holnap is várjuk Önöket, viszontlátásra!